Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, ezt egy ilyen előlegezett bizalomnak tekintjük. A múlt héten arra a hírekért... Ez honnan jön? Ez egyébként egy érdekesség. Csak eszembe jut, hogy Magyarországon tényleg létezik ez a vastaps nevű dolog, és akkor mindig mondják, vagy írják, vagy éljen tudjuk, Rákos. Vagy hallottuk, hogy éljen Rákosi, éljen a pár, hogy abból származik, és ez nem múlik el, akármilyen rendszerváltozás van, nem úgy. Mindig, amikor külföldiek jönnek, külföldi rokonaim nekem néha jönnek színházba, és azt mondják, nem is értem, hogy ez mit jelent. Külföldiek össze-vissza tapsolnak. Így csinálnak. A vastaps az, amikor kijössz a vason és meghajolsz. Az a vastaps. Hát az a vastaps. A vas függöny elé? Az a vastaps. Neked nem volt még ilyen sikered? Hát nem. Szinte én minden... Színházak, ahol nincs is vas. Kínába is így tapsolták a Maót. Nem, amikor nem a füttyöket hallom itt, ami nagyon kedves tőlük, úgy érzem magam, mintha temetőben lennék valami ünnepnapon. Nem, az pedig jó. Az régen, igen, ugye? Régen azt mondták, kifütyülik az embert, és ma meg az a legnagyobb siker, ha fütyülik. Hát nem mindenhol azért, ezt... Nálunk, igen. Hát a temetőben is nagyon jó, amikor visszahúzzák újból a nagy sikerre való tekintetben. Igen, egyetlen. Londonban voltam biztos színházban, én láttam, amikor láttam az Operász Fantomját Londonban, és én akartam vastapsra, így csináltak. Láttak, hazamentek. Szóval a színészek sem kaszíroztak, tehát nem volt a nagy meghajlás, akkor még egyszer visszatánc. Angliában nincsen külön meghajlás. Igen, nincs tapsrend. Egyszer voltam Angliában, több hónapig, 3,5 hónapig, és jártam színházakba. És vasárnap nincs színház, ugye, Londonban semmilyen színház nincs. De azért hát valami programot kerestem, és benne volt az újságban, hogy az Indiai Nemzeti Színház játszik itt és itt, valamilyen külvárosban. Már megnézem az indiai. Elmentem, egy ilyen kultúrház volt tulajdonképpen. Képzeljétek el, hogy ült a nézőtéren 400 indiai, és én középen. Egyedül nem indiai. Ők se értették, hogy ki ez az állat, aki egy és nem ez a szép. Életedben először voltál ária. De kimondom, milyen az indiai nemzeti színház. Játszottak egy borzalmat, egy ilyen lémes, ilyen rituális szörnyűséget, de nem ez a szép. Hát nekik biztos jelentett valamit. De mégse, ami ott ment a nézőtéren, ahhoz képest a Lembergi zsinagóga egy finom szanatórium, dumáltak, sefteltek, átszóltak, őrötöm, de ha 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 azok meg ott énekeltek, halálosan. Nagyon érdekes volt, szünetbe elmentem. De én nem tudtam szünetben elmenni akkor, amikor elvittünk egy trendvotálót. Vagy, hol? Én? Amikor elmentünk, elvittünk valami Dunaújvárosi produkciót Olaszországba. Tehogy nem voltam ott, az borzalmas. Azt hiszem egy Hubai egyfelvonat, mi volt az? Vagy Hubai az kabaré? Vagy kabaré Hubai? Volt. Igen, szóval valamit elvittünk egy fesztivál, színházi fesztiválra. És az is érdekel, tulajdonképpen egy Dunaújvárosi kis színházi kamara, azt hiszem kamaraszínházi, vagy talán a nagyszín, mindegy, produkció volt ez, és Olaszországban egy 3 emeletes, Arezzóban volt, ugye? Arezzó. Baromi nagy színház, terembe kellett. Színházban? Hát voltak azért a nézők, szóval mit tudom én, 1000 személyes színház voltak, 70-en, 80-en, tehát majdnem tele volt. És ott is ez, nem, csak arra akarom, hogy te mondtad, ott első emeleten szólták. Hey, Giovanni, e cosa le da parare, che esto? És a magyar királyi törvényszék nevén. Ne, nem, ne, egyszerűen nem merked óra, mert állj! Hát, de életem... Jó, hogyha földobta valami, zsíros kenyeret, lőttek, meghalt, lehetetlen. Nem lehetett csöndet csinálni, azt hittük, hogy csöndet volt. Hát, mi kabarét mentünk játszani, mindenkinek kabarét kellett csinálni, és ugye magyar verbális kabaré. Most képzeld, kimentünk, és mondtuk magyarul. Senki nem értett egy büdös szót sem. De hagyjad, ahogy velem szembe ültek, és ők nem értettek semmit, én sem értettem saját magamat, és csak tudtam, hogy még 3 verszakot el kell énekelnem, de annyira megkukultam, hogy elfelejtettem az egész szöveget. Nem akarok
akarod elkezdeni a műsort? Jó estét! Múlt héten arra a híre kértük a kommentárokat, amely így hangzik. Jutalmul elengedték a maradék börtönbüntetését 6 orosz fegyencnek, mert megnyerték az orosz börtönök lakói számára rendezett országos dalversenyt. Itthon ezt fordítva képzelné Móricz Tamás Budapestről. Ahogy néhányan énekelnek a popbizniszben, azért én súlyos éveket szabnék. Andrássy Gábor, komlói nézőnk, a Dutyi Víziós Dalfesztivál magyar résztvevőjét konferálja fel. A dal címe Csak a szépre emlékezem. Előadja Kulcsár Attila. Mindkettőjüknek gratulálunk, és Best of heti hetes DVD-t nyertek. Na, hát mondjuk nincs itt Teddy, de én nem, ezt nem bírom ki, muszáj ezt felolvasni. Tisztelt Farkasházi úr, így a következő levél, Dobozi Nóra. Válaszolok rá. Jó. Akkor meg én leszek a mimi. Egy két repvizitem is van. Bőbei. Szóval tisztelt. Várjál, nem tudod, hogy mit kapod. Wagnert hallgattunk minivel. Staffhausen Göngingenben. Pistuka! Nem tudod, hogy ma reggel mit kapott a Teddy a szuperriporter keresletikben. Ott volt a Bence, a Arnold Mihály utódja. Biztos Bence József. Nem, holnap lesz. Holnap lesz reggel. 7 millió forintot adott oda a Teddynek, meg a Vágó Pistának. Miért? Mert az volt az ajándéka. Csak bezúzva egy ilyen csomagban. Ja. 7 millió forint ilyen apróra és becsomagolva. De a Vágó Pista ott meghalt egyből. Ma láttam, ott olyan puzli lesz, érte. Puzli! Teddy pedig azt mondta, hogy hazajösszem, és odaadom a műnek, hogy itt van 7 millió forint. Egyben még úgy sem kapott egy. Szóval a levél, amelyet Dobozi Nóra küldött. Tisztelt Farkasházi úr, a legutóbbi adásukban elhangzott, hogy ön, ha belép egy könyvesboltba, azonnal rájön, milyen szegény, hisz önnek az idő a vagyona, az meg ugyebár kevés van Farkasházi úrnak. Felajánlom segítségemet. Adja nekem a pénzét, én veszek rajta könyvet. Időm van, pénzem nincs. A jövő hétre kigondoljam a választ. Addig borítékolom. Mimi! Te is gondolkodjál rajta. Két gyerekkel. Ha kitalálsz valamit, kapsz egy bőbeit. Zinger András nézőnk egy törvénytelenségre hívta fel figyelmünket. A parlament 200 méteren belül van a miniszterelnöki hivatalhoz képest. Ebből következik, hogy a miniszterelnöki hivatal 200 méteren belül van a parlamenthez képest. A hatályos törvények alapján hogyan működhet két kupleráj két közintézmény közelében? Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Beremes István, Sándor Erzsi. Ne haragudj, Laci, de ezt most már tényleg muszáj megint megemlíteni. Tudom, hogy már szóltam meg. De ez hihetetlen, hogy mindig... Hölgyeim és uraim, kedden este volt pontosan 20 esztendeje, hogy a Víg Színházban bemutatták Woody Allen Játszd újra a Szem című vígjátékát. A főszereplő azóta is Kern András! Csak azt akartam mondani az előbb, hogy
direkt figyeltem, hogy miután leszek bemutatva. Mert akkor még egy-két adás előbb volt egy nagyon érdekes dolog, nem amikor Jáksó mondja, és két pedofil beszélget, azt mondja az egyik a másnak, hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Most már enyhített valamit, mert a kupleráj után voltam. Ahhoz tényleg valami közön van, hogyha jó van, Laci, majd jussunk el valami felsőoktatási intézményig. Felmentette a táblabíróság ifjabb Hegedűs Lórántot, a MIÉV korábbi alelnökét, mivel csupán magánvéleményt közölt és nem uszított, azaz másokat nem ingerelt tevékeny gyűlöletre. A bíróság szerint köztudomású, hogy a zsidóság részéről nem kell fenyegető erőszakos magatartástól tartani, így fel sem merülhet az erőszakos magatartás elhárításának szükségessége. A református lelkésszel szemben közösség elleni izgatás miatt emeltek vádat, miután az ébresztőben a zsidóság kirekesztésére szólított fel, azt írva, galíciai jöttmentek rágják a hont. Hegedűst az ítélethirdetés után a vállukon vitték ki az összegyűlt szimpatizánsok a bíróság épületéből. Most akkor mit csináljunk? Most legyen olyan törvény, hogy nem lehet gyűlöletbeszéd, és szavazza azt meg az SZDSZ, vagy ne legyen olyan törvény, vagy ők törvényellenesen zsidózzanak, vagy ne törvényesen. A bíró ugyanakkor azt mondta, a zsidóság idézett Galíciában élő részét sértő, megalázó kijelentéseket tartalmaz a cikk, de nem úszít gyűlöletre. Magyarán mondva, tehát sérteni, megalázni meg lehet. Tehát az simán lehet. A Galíciában élőkről szól ez. Galíciai jött, mentek, akik ide jöttek. Ugyanazon a napon, ugyanazon a bíróságon született egy másik felsőfokú döntés, méghozzá egy olyan perben, ahol az volt a per tárgya, hogy valamilyen hivatalos iratban jellemzésként azt hitták valakiről, hogy demagóg. Azt elvesztették. Azt elvesztették. Egy másik teremben, ugyanabban az időben. Az én véleményem az, hogy a jognak ehhez, a jognak nincs köze ehhez a dologhoz, ugyanis... Benne van az alkotmányban. Nem. Én azt gondolom, hogy egy demokráciában igenis mindenki azt mondhat, amit akar, kivéve, ha bizonyos népcsoportok vagy vallási csoportok kiirtására szólít föl, az benne van a törvényben, az egyértelmű, hogy azt el lehet ítélni. Tehát ez az ítélet, amit ifjú Hegedűs Lórán felmentését tartalmazza, ez én teljesen helyénvalónak gondolom. Ami nem helyénvaló véleményem szerint, hogy ahogy a különböző testnyílásainkon való vegetatív akciók is az illetlenség kategóriájába tartoznak, és nincs törvénybe foglalva sem az alkotmányban, hogy nyilvános helyen szellenteni vagy büfögni nem szabad, én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben a politikának kéne helytállnia, és kifejeznie kifogásait eme illetlenségek ellenében, de nem úgy, hogy oda megyek a vasárnapi újsághoz, és ugyanilyen illetlen helyen pártolom az illetlenséget, hanem tiltakozom, mint demokrata, mindenfajta kirekesztés ellen. Ez az én véleményem, mert hogyha holnap után Grespik László megint beperel, akkor mindenre rá lehet fogni, hogy ez hogy gyűlöletbeszéd. Tehát ha én mindig állom magamnak a jogot, hogy azt beszélhetek itt a heti hetesben, amit akarok, akkor Hegedűs Lóránt is azt beszélhet a maga fórumain, amit akar. Aztán a többit, mint Isten szolgája, majd elintézi a gazdával. Azt gondolom, hogy... Bocsáss meg, csak ennyit, hogy a politikának rendben van, a politikának föl kell lépni, de még idejében. Tehát nem most már, amikor már megjött ez a döntés, hogy a jogerős ítélet. Értem, de nem lehet a jogerős ítéletet, ezt el kell fogadni, ez jogerős. Ilyen a mostani törvény állapota. Ezt el kell fogadni. Tehát amikor a Kovács László azt mondja, nem mint miniszterelnöknek, vagy miniszternek, bocsánat, nem mint miniszternek kell föllépnie, hanem mint magánember elmondhatja a véleményét erről. Ez az én véleményem. Mert e fölött két dolog állhat, a jó Isten, és mi emberek, akik ezt elítéljük. Semmi más. Vegyesboltnak ütközött Tolna Némediben egy 200 személyes, 85 tonnás, 40 méter hosszú ukrán hajó, amelyet tréleren szállítottak volna a Balatonhoz. És azt mondta, bement, és azt mondta, jó napot kívánok, én egy 40 méteres ukrán hajó, milyen kenőmájas van.
Még ez már a jövő, hogy úgy sincs víz a Balatonba, úgyhogy most ilyen tetőkön próbálják úsztatni. De mi volt rá, de ez milyen mi nagy? Balmorál. Mennyire egyet gondoltak erről, hogy ez olyan, mint egy olyan hír, mint azt mondja, egy kamion a Balatonban halálra gázolt 500 sűrű. Egy traktor nem tudta kiereszteni a futóművét és az aszfaltak csapódott. De tudod, hogy mi a nagy kitolás? Hogy nem fizet a biztosító, mert hogy a Szatócsbolt nem volt bebiztosítva a hajókárra. Az egész biztosító. Hát miért lett volna bebiztosítva? Bárhol a máshol a világon egy hajó kiluk, a zátonyra fut, felborul nálunk, bemegy a vegyesbolt. Hát ilyen azért ritka dolog. Hát tényleg, is kap egy filért. Figyeljetek, én úgy megkérdeztem volna a Havast, de hát ha ti is tudjátok, hogy a híradóban van. Nem, tehát azt ő tudja majd. De hogy van egy jogdíj a híradóban, mert ez biztos, hogy nagyon sok híradóban mutatták, mert jól nézett ki a vegyesbolt tetején a hajó. Még a külföldibe is bekerült. Igen, szerintem is. A CNN-be. Kap-e a vegyesbolt pénzt? Igen, nem a vegyesbolt. A vegyesbolt, de a Havas kap pénzt, az biztos, a Havas. Hogy jogdíjas-e? Aki megcsinálta a felvételt. A jogdíjas-e a felvétel? Lici, megtudjuk, mert a Havas most erről írja az új könyvét. Ja. Hajó a vegyesboltba, ez lesz a címe. Hajó voltam a tetőn. Szenes Irán. Szenes Irán írja már a új musicalt. A Fiddler on the Ship. Sőt, Ship. On the fiddler. De azt gondold el, amikor ott áll a vegyesboltban a kiszolgáló tényleg szemben a hajó, és azt mondja, hogy nem, a fiddler nem jó. Ma hajót. Ship. Roof. The roof, igen. Nem. Ship on the roof. De a fiddler az jobban hangzik. Amíg kijöttek a rendőrök, amíg a Pali telefonál, hogy egy hajó van a tetőn. Aztán mi van be? Egy hajó van a tetőn. Aztán hát ilyen nem megyünk ki. De látod a fényképen, hogy a hajónak semmi baja nem lehet, csak az a kaiba szes. Ez a hajó itt a vegyesboltban. Szóval tessék mondani, a mentő van. Csak benéztem. Ma a kivont kardot, a politikai melléállást az jelenti, ha a magyar terméket vásárol valaki. A mindennapok hősiessége ez, csendes tüntetés, amikor látni lehet a pénztáraknál, hogy kicsit följebb emelve viszi ki a magor ásványvizet, vagy a magor páros kolbászt, hogy más is lássa, hogy ő azt merte venni. Jelentette ki Usztics Mátyás a Magorház megnyitóján, hozzátéve, hogy a magyar ember az vagy magyar, vagy nem magyar. Usztics Mátyás naplójából. November 11. Magyar vagyok, vagy nem vagyok magyar? Jézusom, most ébredtem, Usztics Mátyás vagyok. Istenem. Jó, meg ez is egy kicsit szerbes név. Orán Gyingyics, Hadzsi Abdics, Dzsájcs, Usztics. Mindegy, magyar vagyok, fogat mosok, kolgét, ez valami zsidó fokrin, de mindegy. Hülye billerbek takarom, leese. Én nem szarja le. Kinyitom a hűtőt, Zanussi Lehel. Zanussi kurva lengyel filmrendező. De Lehel! Magyar, és itt egy magyar vaj. Fölfort a kávém, lavadza. Most mondd bele a Nescafé német, fölhúzom a Farmero, Marlboro, klasszika, trikóma. Ki a túró rakta el? A Kemelt, tudod? Magor vagyok! Na persze, erre telefon. Nem vagyok itthon, hiába veszed föl, Carmelita, ő a feleségem, kolumbiai. Hiába veszed föl a Nokiámat, nem vagyok itt, rohanom kell, bevágódok a Toyota Corollámba. Kurva japánok, de tudják. Keresem a rágót, Riglis Orbit, amerikai, de utálom az amerikaiakat, na de most aztán Indics Diesel és Rádió Danubius. I just called to say that I love you. Kedvenc szám, na majd a szerelemről szó se volt, ilyenekről nem dalolt, ahol puf, most neki mentem egy ifának. Az sem magyar. Telefon 30-as Sanyó. Milyen Sanyó? Ja, Sanyi, te vagy! Várjál, itt vannak a rendőrök, három német Opellel. Visszahívom. Tudom, Vestel, Izrael, Berseba 061, 234110. Magyarok vagyunk, visszahívlak! Yeah.
Nem írta még oda, nincs ott a végén, hogy és aztán elvittek az ápolók, ez nincs ott a... Hát az világos, nem? Tessék mondani, mi velünk hunorokkal mi legyen? Hová álljunk? Kelet-hunor vagy nyugat-hunor? De megmondta a haza bölcse Matyko, hogy azt mondja, egyet utál, ha Matyinak hívják, azt gyűlöli. Hú, mert ő Mátyás, Mátyás. Szóval azt mondta a Matyi... És miért nevezték őt akkor, amikor született Mátyásnak? Hányban született, Mária? Na de hát a szülők hibájáért ő nem... Én 48-ban születtem, ő fiatalabb nálam. Pedig rosszabbul néz ki. Szóval azt mondta a Matyi, a magyar ember az vagy magyar, vagy nem magyar. Azért... Hát ezt most véssük kőbe. Én azt hiszem, hogy az Usztis Mátyásnak elfogyott az a képessége, azt hiszem, melyik képességére? Mindjárt befejeztem a mondatot. Amivel mint színész működhetne, és most maradt a rögeszmés, pöffeszkedés, ami egyébként mindig jellemző volt rá, csak nem ez volt a fő foglalkozása. Te ezt gondolod, hogy ez így van, István? Gondolod? Hogy? Gondolod, hogy ez így van? Igen. De furán látod ezt. De jól! A bécsi bíróság megtalálta a nemzetközi elfogatóparancs eredeti példányát, ezért a megismételt tárgyaláson kiadta Kulcsár Attilát. Védője fellebbezett, így akár 3 hónapig is eltarthat, míg Magyarországra kerül. A kiadás feltétele, hogy csupán sikkasztás és hamisított okmányok felhasználása miatt lehet ellene eljárni, a pénzmosás és a jogosulatlan banki tevékenység miatt viszont nem lehet ellene vádat emelni Magyarországon, mivel az osztrák jog ebben a kérdésben eltér a magyartól. De hát ő osztrák állampolgár. Ezt nem értem. De ott is milyen kupleráj lehet, hogy a nemzetközi elfogató parancs eredeti példányát úgy kell megtalálni, hát nem fogunk mi nagy feltűnést kelteni az Unióban. De más, hogy... Osztrákok kiadatásában nem szerepel az, hogy pénzmosás, ezért itt nem lehet vádat emelni. Igen, senki nincs, de hogy... szerepel, csak nem, lenne... nem az a kritérium ott ahhoz, hogy pénzmosás lehessen kimondani valami felet, igen, mint nálunk. És azt mondták, hogy küldjünk mi valami mást. De hogy nem osztrák, de akkor még itt lehet vádat emelni. Na de akkor is ott fogták el szívem. Ha itt lenne ez havas, most ő megmondaná. Na de figyelj, egy magyart elfognak Törökországba, mert van nála heroin, vagy mit tudom én, micsoda, az bizony a török börtönök és a török jogrend alá tartozik. Hát ez egy ilyen így van. Jumurdzsák bíró úr majd megmondja, hogy miről van szó. De valamilyen rejtélyes oknál fogva a Kulcsár mégis Bécsbe ment, mert ott gondolta volna talán, hogy a francia. Amilyen mázjában most a sztrájk van. De milyen érdekes, hogy annyira kibírnak menni időbe. Jó kedvű volt. A végén haza fog menni, vállán várják az emberek, viszik őt is majd ki, kap másfél évet. De én azt szeretném tudni, hogy a Svábogarasba viszik, vagy nem a Svábogarasba. Azt azért engem érdekel. Csótány, mindegy. Valami másik állat lesz ott. Szóval azt a pofátlanságot, ahogy ez belemosolygott a kamerába, igen, mint aki azt üzeni, hogy én nekem bajom nem lehet, mert én annyit tudok innen is, onnan is, hogy akikről tudom ezt meg azt, azok engem meg fognak védeni. Majdnem ezt sugalta az ő arcocskája, ami hát kicsit szép csak. Hát egy tánciskolát végzett rendesen. Hihetetlen. Elbizonyítottad, hogy tényleg olyan jókedvű árt, lehet, hogy ártatlanul hurcolják meg, nem? Hogy olyan... Igen, bennem is az volt, hogy vagy ezt hívják a latinok azespónemnek, azt hiszem ezt a kifejezést. Igen. Az az idős latin emberi. Figyelem, hogy mindegyik tulajdonképpen egy ilyen kis ironikus sértettség. A Tocsik Mártánál is az van, hogy hát szóval, hogy most azért a rohadt 804 millióért engem ide hurcolnak, vagy a Schlecht Csaba, aki azt mondja, hogy hát hogy csak nem képzeli, hogy itt ezért, mert 13 céget eltüntettem, majd itt kamerában nézek meg, Kulcsár Attila, hogy tényleg néhány milliárd itt eltűnt, és akkor jönnek itt nekem, bilincsbe kell lenni. Az egészben van egy ilyen felháborító dolog, ugye? Hát teljesen igazuk van, ugye? Hát természetesen. De hát azért az is, hogy azt mondja, hogy az csütörtök, szerdán volt, olyan rég volt ma, hogy a rejtője Tibor azt mondta, hogy ő nem óhajt vallomást tenni, és különben is a széken nem volt párna, tehát ilyen helyen aztán ne is várják el, hogy hosszasak. Hát, hogy... Igen.
És majd, ha valamit akar mondani, akkor majd üzen. Az ügyvédjével üzen valamit. Igen, hihetetlen. De így kell ezt csinálni, egész biztos. Meg is nézem, van-e párna a székemen, van ezt, hogy cseréljétek ki. Kérjél helyette egy jacuzzit, Jani. Milyen jó lenne egy ülőfürdőben? Persze. Azt gondolom, 10 évet kaphat, mondták. De 10 év, azt mondta a televízió, hogy 10 év az a felső határa a büntetésnek, mondjuk kaphatott. Azt harmadolják négyre, igen. 4 év után kijön, és elmegy Svájcba a milliárdjaiért. Na. 4 év, hát az mindent, ilyen... Abból már ugye eltöltött 2 évet Bécsben. Igen. Ugye? Akkor lehet, hogy nekünk kell leülni egy pár évet majd. A Kulcsár Attila megbízásából az elsikasztott pénzek szállításában közreműködő taxis a pénzmozgások tekintetében terhelő vallomást tett az ex-broker több ügyfelére. Nekem volt régen egy ilyen taxis számom, hogy... Azt te csinál, jó vagy, hogy nagyon csináltad. Isten jó. Igen, igen. Hogy mit... Három belváros! Azt mondta, az nem az volt, mert te nem... Az a taxis volt. Az a telefonos volt, te szerencsétlen. A taxis az volt, Garvas Ivány térre kér, ugye? De itt van neki, amit akar mondani. Jaj, ne haragudj. Valahogy mond. Nagyon ki vagy rám a fenben. Mindig úgy bele... Na, fölolvasod neked. Szépen indítottunk, de hát ő benne hagyja ezt, én tudom, hát szabos. Hiába tud kezdeni, Andrés, segítek. Ez lesz a legérdekesebb. Kulcsár Attila megbízásából az elsikasztott pénzek szállításában közelműködő taxis a pénzmozgások tekintetében terhelő vallomást tett az ex-broker több ügyfelére. Nekem volt régen egy ilyen taxis számom, és akkor az arról szólt, hogy úgy mit hallani a taxi. Hát b***z meg a f***nakon, mert a Elolvassam neked a hírt újból? Igen. Amivel szeretnéd elkezdeni ezt a kis apróságot? Én egyáltalán nem szeretnék ez semmit elkezdeni. Nem légy tudom, miről van szó. De mi? Mi a Na, probléma? Van ez a hír. A Kulcsár Attila megbízásából az elsikasztott pénzek szállításában közreműködő taxis a pénz... Jaj, tudom, igen. A pénzmozgások tekintetében terhelő vallomást tett az ex-broker több ügyfelére. Igen, volt nekem ez a taxis. Szóval most beültem egy taxiba, és abból a rádióból a következőket hallottam. 4-es, végzek a Keletinél 1 perc múlva. Keresek Vöröské utca, Istenhegyi út környékén. Gyerekek, Gyuszi vagyok, itt vagyok Rákosfalva, Baja Ferenc utca 18. Hát ilyen szám nincs is. Engem Kulcsár küldött 4 millió forinttal, hova rakjam? 7-esként Baja vagy forró, 60-as mellék a házin. Na de az a Baja, hogy nem forró! Hát ez valami gyár, vagy mi ez itten? Luja, ha jössz a reptéről, hozd el a pirított májamat a Palasz portájáról. Tudod, hol van? Forró, MTI, zöld újság, 6 millió 11 30. Keresek Vöröskő, Vöröskő, Sellei. Kis szalontüdő van a Végmatrózban, akit érdekel. Gyerekek! Most Endrényi Éva, vagy mi? Vagy csöngetek, itt nincs senki. Végül is ez jobb oldal, vagy bal oldal? 7-esként, ebben már mindenki benne van. Keresek Rejtőe, keresek Rejtőe. Rendőrség, Markó, 646-os megyek. 646, Rejtőe, Markó, 7-11-40 az ügyészségre. Lesz titkos éjjeli szállítás, nem dohányzó kombi. Na de gyerekek! Gyuszi vagyok, itt éjjel van, és azt mondták, vigyek be a tévébe 500 000 000-ot. Hát mi legyen? Kuratórium, Szabtér 17, 2-es porta, MDF vagy SDS, nem értettem pontosan, add le. Gyerekek, én nem értek semmit. Taxis vagyok szabadlábon, itt állok a világ közepén, az anyós ülésemen 12 milliárd forinttal, letelepszem itt egy kis szigeten, család, szép ház, gyönyörű idő van. Nem jöttök ki taxival?
A szomorú a dologban az, vagy a vidám, hogy ettől a kis magánszámottól nem sokban eltérő módon történt valószínűleg a dolog. Az Éjjeli Menedék című műsor beszüntetése miatt tüntettek a Jobbik Magyarországért mozgalom és a Honfoglalás 2000 Egyesület szervezésében a Magyar Televízió székháza előtt. A tiltakozás mintegy 1500 ember részvételével békés körülmények között zajlott. Többek között felszólalt Kondor Katalin is, aki kijelentette, hogy nem szokott politikai rendezvényeken felszólalni, azonban most a vélemény és a tájékoztatás szabadságáról van szó, amit a politika a demokrácia állarca mögé bújva próbál eltiporni. De lehet neki egyáltalán? Szabad valakinek, aki egy közszolgálati rádió elnök? De nem érzedem arra járt, és akkor megismerték. Nem, egy bizonyos párt oldalnak a tiltakozó gyűlésén felszólalni. Nem. Illik? Nem akart ő annyira a nép hangulat. Nem akar, de felszólal. De magán személyként tüntetett maga mellett. Na de akkor ő miért nem közszereplő például? Hát ha így fogy, ez nem így van? Nem. Azt gondolom, hogy teljesen hibás volt, hogy az Éjjeli Menedék helyett azért szüntették meg, mert valaki hülyeségeket beszélt benne. Éjjeli Menedék helyett azért kellett volna már rég megszüntetni, mert egy nagyon rossz műsor. Egyszerűen, hogy én például engem soha nem bőszített attól, mert szélső jobbról provokált, hanem baromian untatott. És azt gondolom, ennél súlyosabb bűn nincsen. Az végtelen egysíkú volt azért. Rettenetesen unalmas, rossz műsor volt. Ott ültek ezek a riporterek, és szedték ki a alanyokból, hogy, és akkor tessék mondani, ugye, hogy borzasztó az, hogy azt mondja, igen, hát az borzasztó, és az is ugye rémes, hogy az, de jó, az milyen rémes, és ez jó. De miért te azt se szereted, amikor két ilyen íróféle cikizték a kertészünk, mert hogy ilyen rossz író, azt se szereted? Nem, engem nem bőszít. Hát bőszíteni engem sem bőszítettem. Hát, nem bőszítettem. Bőszített, igen, engem bőszített. Mindenki beszél mindenfajta hülyeséget, vagy okosságot, ő engem tart hülyének, én őt tartom hülyének, nagyon jól meg vagyunk ebben az országban. Ő is hülye, én is hülye. Nem tudunk egyformán hülyék lenni, hát ez nem megy, egyszerűen. Nem. Én például nem vettem észre, én voltam egyszer benne, így megfogott, hát igen. A Kolozsi Béla megfogott engem. Ez is, hogy a Kolozsi Béla, hát Béla. Megfogott a József Attila, tudod, olyan ilyen szóta, gyere, egy pár szót csak, és annyira imádlak. És ugye az én Spencer című darabomról ottan beszéltem neki, és aztán van interjú, egyszer csak láttam, hogy ez megy az Éjjeli Menedékhelyben. Ezt nem tudtam. Azt én nem gondolom, ha egy korrekt tudósítást ad egy szar műsorban, az nem bűn. Vagy korrekt tudósítás ad egy rossz műsorban. De nem műsorban. Volt valahogy a műsorban. A tudósítás korrekt volt. Akkor a Kolozsi Béla... Valahogy a műsorra rászállt, vagy rákeveredett, vagy adta magát, hiszen ezt én is láttam, amit a János említ, a Kertész Imre, egy moziban beszélgettek a Döbrentei, meg az borz, az hihetetlen, zavarba ejtő, ijesztő és szörnyűséges volt. Mindig ebből állt, hogy kapcsolták. Tehát ez nyilván egy ilyen műsor, és én nem tudtam, hogy én abban részt veszem. De nincs semmi baj, hát gondoljátok be, az, hogy milyen műsorokban voltunk az elmúlt 35-40 év alatt. Például ez is. Hát szóval... Hát nem, de hát a kommunizmus, a szocializmusban, hogy kik vezettek műsort, milyen emberek, milyen közegben, milyen hazugságokkal. Ha az ember, ha én nem hazudtam, ha én, akkor tőlem mellettem hazudhattak, kit érdekel? Most már beszéljünk egy kicsit róla. Életem nagy sikere, Csurka István házmester síratója, de deficit, stb. De milyen jó is. Igen. Abban debütál. Mindig azt mondták, akkor 90-es életben, hogy... Te elmész a Nemzeti Színházba, ebbe az MDF-es színházba? Hát mondom, nem ért, mi az, hogy MDF-es színház? Hát, hogy a igazgató MDF-es. Mondom, a közönség is MDF-es? Hát a közönség nem MDF-es. A közönség bejön egy színház, vesz egy jegyet, de nekem olyan körülményeket biztosítanak, akkor a közönség nem a igazgatónak csinálok. Vagy te nem a milyen Beatrixnak nem csinálod. Pláne. Igen, ez is gonosz volt azért, a maga nemében. Én ehhez nem szólnék hozzá, csak hogy mennyire megvonosz az ország. Én azt hiszem, az egyik napilapunk most érkezett el a kultúra tetejére. Az volt, hogy mérjük le
egymás seggét. A címlapon az volt, hogy Sziszi segge, az a, az a csúcs. Szóval én nem tudom, hogy honnan címlapon, gondolják. Nem a belső. De házhoz jön? Nem, de belül volt, hogy hogyan kell. Tehát, hogy a, és oda volt írva, hogy Sziszi popója igényli a fina, tehát, hogy nagyon igényesen kell vele bánni, tehát nem lehet rájut, nem tudom én. És nem, várjál. És az volt fölírva a fél ország tesztje, hogy még ebben is, hogy egy seg sem egy, szóval egyenlő, hogy ez is ketté van vál. Hát középen nem tudom, de hát... Bújtasnak, azon röhögtem, hogy kinyitom a újságot, igen? Ja, mindegy. Szóval, hogy ezt én kinyitom, ott van egy ilyen baromi rózsaszín segg, és azt gondolom, hogy ki írta? De oda van írva, hogy hogy kell, azt lehet, hogy férfi kollégádat kérd meg, Imikém. Hogy körbe, hát régen azt mondta, hogy rajzoljon körbe a doszpot, Péter. Azért valljátok be ennek a Sziszinek gyönyörű popia van. Gyönyörű popia van. De várjál, bocsáss meg. Csak most itt a művész úr is ugye... Nem. Kinyitottam. De gondold tovább, a Sziszi segge után azt mondják, jövő éten, a Sziszi segge után rajzolja körbe a pongó, és akkor összehasonlod attól, azt mondja az Ildi, hát azért a pongói apukám. Gondolj bele! Ez az én már. Az az országnak a másik felének a igen, ezt akartam mondani. Visszatérnék arra, amit te mondtál, mert azért nem úgy van. Melyik? Amit, ahogy az meglátok, egy jobb oldalit vagy egy bal oldalit. Én pár nappal ezelőtt valahol találkoztam egy jobb oldali polgármesterrel, aki kikérte, megtisztelt abban, hogy kikérte a tanácsomat valamely ügyben, ami színházi kérdés a városukban fölmerült. Abszolút normális, abszolút épkézláb gondolkodású kultúrember, megtisztelt abban, hogy engem kérdezett. Ma reggel a napkeltében találkoztam egy konzervatív szakpolitikussal, aki ugyan ezt mondta, amit te, hogy itt állok, és hallgatom, hogy körülöttem milyen... Az illető egyébként 12 éve képviselő, és egy abszolút kultúrált és mérsékelt, intelligens ember. Nem igaz. Van néhány barom, és aztán vannak normális emberek, jobb oldalon, bal oldalon is. Igen, azok, csak tudom, azok... ilyen műsort, az éjjeli menedéki, az Orbán Viktor megvéd, és arra azt mondja, hogy tüntessenek ezért a műsorát, vagy nem látta, vagy tényleg szereti, vagy tetszik neki. Még mindig abban a tévhídben van, hogy jobbról képes toborozni magának szavazókat, most már szalad a pénze után. Ha az Orbán Viktor hagyja, hogy a Dávid Ibolya összefogjon annó a békejobbal, Pusztai Erzsébetékkel, akkor megnyerték volna a választást, mert középről pontosan az a pár százalék hiányzott neki, amit akkor ott elzavart középről a francban. Hát politikailag analfabéta, ez a nagy formátum politikus. Nincs igazad, választási csalással nyert. Az meg ezt mondta, kurta magam. Jól van. Mindössze három rész ment le az RTL Klub Szeres Most című sorozatából, és már is valódi rajongótábora van a szereplőknek. Úgy tűnik, a nézők hamarosan a Barátok közthöz hasonló szeretettel árasztják el a filmhőseit. Becsi leszel. A szép szerelmi történeteket szerelmi háromszögek teszi. Teszik-e? Csak a történeteken gondolkodom. A szép szerelmi történetet szerelmi háromszögek történeteket tesz. Persze, mert nem sorozat. Értem. A kezd le az egészet, mert egy szót nem értsen ki belőle. Hát én még ilyet az életemben. Szép történetek, kiket, kukat, minden. Tehát most lett vége egy kapcsolatának. A szép szerelmi dolga. Történeteket. Nem tudja kimondani, hogy a szép szerelmi történeteket. Ebben sajnos van valami. Hát nem jár azzal a lányal. Hogy hívják a hallássérült macskát, süket, mindössze. Laci, de tényleg kezd előről, mert ezt az RTL Klub promotálja ezt a történetet, úgyhogy te ki leszel rúgva, nem mondod el rendesen normális. Szép szerelmi történeteket szerelmi háromszögek tarkítják. Teszik izgatni. Hát ezt te tudod? Vagy ugye... Nem úgy értem, szép hát szerelmi... tudod, az a szép hír, hát most én nekem már négyszögem is van, nekem már minden. De mondd, próbáld meg líraian felolvasni, hogy a saját szavaiddal. A szép szerelmi történeteket szerelmi háromszögek teszik izgalmasan, pikánsá.
Kalamár Tamás. Kalamár szépen. Tamás. Letenni a hangot. Kalamár Tamás. Kalamár Tamás, mert nem kell olyan nagyon lírai. Jó. Kalamár Tamás, a film producere állítja, hogy a fordulatokban gazdag film időnként felér egy izgalmas krimivel. Bizony. Bizony. Én csak ennyit mondhatom. Bizony. Ha ez igaz, meg is fogom nézni. Kell még valamit mondani? Ahogy? Nem, de tényleg én is fantasztikusnak láttam, ha együtt néztem volna, de én nem láttam. Én már úgy értem, hogy együtt? Én láttam. Te láttam? Én láttam egy fél órát belőle. Én nagyon örültem annak, hogy egy csomó kollégánk, aki eddig nem játszottam nagy szerepeket, most nagy szerepek játszik, és legalább színészek vannak benne. Hogy miről volt ottan szó, azt azért nem pontosan. Hát itt van benne, hát. De nem, mi szélszerelmi történet pikánsan. Jó, csomó gyönyörű lány van benne. Mit ezt akartam. Szép! Ezt akartam mondani. Annyira szép lányok vannak benne, nem is figyeltem a történetet. Én helyesbítenék. Én idáig tényleg nem láttam, de most, amit a Pista mond... Elmegyek a forgatásra is el! Oda megyek! És viszem magammal hű társamat, Grévölgy Gráján. Én is, mert ezek után magam is megnézem. Magam is! Ennél már többet már nem. Hát mit lehet? Nem? És még egyszer tényleg, hogy rendesen, hogy kapjunk valami pénzt is érte. Szerencsúbb! És ebben nincs több, már nem a filmben. De sorozatban rengeteg van még. De ebben a mi dolgunkban. De amikor a Joki itt összejön a... De a Zséda által énekelt főcímdal, ha elő lehetne. Zsédenyi Adrián. Ő énekli. De az egy nagyon édes dal egyébként. Hogyne? Hát hogyne? Mesélj. Szeretlek is, soha mert nem sem mond. Is. Tudod? Mire vezet? Ha túlnyalod magad, az se jó. Hát? Fellebbez egy roma testvérpár, mert a bíróság az általuk kértnél kevesebb összeget ítélt meg jogszerűtlen fogvatartásuk kárpótlásaként. Az indoklás szerint a felperesek az átlagosnál primitívebb személyiségükből kifolyólag a majd 15 hónapos elzárás nem élték meg olyan fokú pszichés károsodással, amely indokolná a kereseti kérelmükben előterjesztett kártalanítási összeg megítélését. Valaki tényleg primitív volt abban a tárgyalóteremben? Föltelmes hír. Én láttam azt az adást, amit a Fiala vezetett, és erről volt szó, ott volt a fiatalember. Egyébként nem primitívebb az átlagosnál. Nem, azt mondták egyébként valamiben, én is láttam ezt, és azt mondták, hogy az a pszichológiában mást jelent, vagy a pszichiátriában. De nem úgy értették, hogy egy hülye. Miért az ítélet, ha mást jelent a pszichológiában, akkor miért nem két nem cigányra? Figyelj ide, engem azért marasztaltak el, bocsáss meg. Szó, azt mondták, hogy ez, micsoda? Hogy az egy pszichológiai szakszó. Jó. Nem pszichológiai. Vagy nem. És akkor lehet rá alkalmazni? A primitív az egyszerű szóhasználatban egy. Nem ugyanúgy éli meg, mint én, vagy más? Abszolút, teljesen nevetséges, persze. Abszolút. De hát egy mozgássérült embert mondjuk ilyen helyzetbe kerül, és akkor ugyancsak kevesebb, azt mondja, magának rossz a lába, úgysem mászkált volna, de mindegy. Őt legalább ott egy kicsit. Bárki, aki ítélkezik ez ügyben, csak egyetlen napot töltsön ott. Egyetlen napot. De figyelj, napot. Én csak én majd ki. Én már azt is utálom tulajdonképpen, hogy én tudom, hogy ezeket a romákat Gán testvéreknek hívják, miközben nem tudom, hogy a bírónőt hogy hívják. Ebben nagyon igazad van. Akkor, amikor úgy védjük a személyiséget, hogy állandóan mindenki kiskorúvá válik, ha bármit elkövetett, vagy nem. Ugye? A Kollány György is nyilatkozott ebben a műsorban, és hát nem értettem vele egyet. Életében először abszolút világos fejű, nagyon jól gondolkodó ember. Felháborító volt, amit mondott számomra. Mit mondott? Azt mondta, hogy ez így helyes, ez így van. Ez a jog. Na ez de a figyelj, jog. Embereket megalázni, embereket megbélyegezni, ez a jog. Az hát, én jog, akkor... nagypapámat úgy hívták, hogy dr. Svoboda Árpád, és jogot végzett ember volt. Annyira megundorodott ettől, hogy mint asztalos élt el az egész életét Újpesten. Ennyit tudok erről mondani. Azt mondta, hogy inkább igaziból legyen mocskos a kezem. Ezt.
nem lehet, hogy az egész magyar jog, hát... Kicsit ócska. Nem lehet, hogy itt valami alapvetően nem, nagyon rossz? Ugyanakkor pedig hadd mondjam el, hogy tegyük föl, ne tegyük föl, hogy nyilván vannak nagyszerű bírók, nagyszerű ügyészek, persze, és kiváló becsületes ügyvédek is, de ma egy bíró például, vagy egy rendőr így dönt, akkor azt mondják, hogy a jobb oldal uszájába került, ha így dönt, akkor azt mondják, hogy a bal oldal. Lehetetlen a helyzete. Lehetetlen a helyzete. De hogy csinálta ezt a római jog? Hát ott nem volt jobb és bal oldal. Hogyha nem tetszett neki, akkor bedobta az oroszlánok közé a jogász. Kész. Az állami számvevőszék jelentése szerint az indokolhatónál mintegy 6 milliárd forinttal drágábban és számos szakaszon kifogásolható minőségben újította fel az M7-es autópályát a Vegyépszer és a Betonút RT. Egyes szakértők állítják, hogy az autópálya mészkő-dolomit alapozása nem bírja a nagy terhelést. Ezeknek a mocskos gazember szemétláda adócsaló betonutaknak van egy olyan tulajdonságuk tényleg, hogy ha nem tesznek beléjük elég betont, ezek tényleg nem bírják a terhelést. Pláne, le kéne a beton csukni helyen, a betonutakat. Valami oknál fogva valaki dolomított tesz bele. A mészkő dolomit az alapozás, a többi púder. De gyerekek, ez olyan rossz indulatú vagytok, mert nem számítottak arra, hogy ott autóval, mint az állat vagy. Hát de például... Ezt a Demszki sétáló utcával minősíti az M7-est, ez nagyon barátok, ez kerékpárokat is elbír. Az már nem gumival, mert hát nem az egy főtöri meg minden, nem ez. Sőtöri? Főtöri. Főtöri. De én ezt nem tudom, Kazimír Károly, akit én nagyon szerettem, osztályfőnököm volt, meg azt hiszem, mindjárt nagyon kedvelt. Mindig azt mondta, jöttek hozzá a színház, hogy igazgatok, most nem tudjuk, mert nem tudjuk oda betenni a székre, azt mondta, apuskám, emberek szálltak le a Holdra. Ne terheljen azzal, hogy mit nem tudnak. Hát, hogy hogy nem lehet csinálni utat 2003-ban, nem tudom. Az a helyzet, hogy így kéne csinálni az utat, ők meg így csinálják. Igen. A fővárosi közterület fenntartó RT dolgozói aszfaltozzák azt az utcát, ahol Megyesi Péter kutyasétáltatás közben belelépett egy kátyúba. Végre, hála jó. És hát mióta várom ezt a hírt? És hát rész... a végén ő vagy a család megbotlik megint. És részleges Achilles ín szakadást szemben. Nekem is volt. Neked részeges Gál J. Zoltán kormányszóvivő tudatta, hogy a munkálatok nincsenek összefüggésben a balesettel. Hát azért ez nagyon nagy luk. Ja. Megiszunk egy sört. Meg. Legalább 7 cent is. Mi? A luk. Azt hittem a sör. Disznósajt? Később. 12:30-kor. Miért most mennyi van? 9:45. Tartsunk egy kis szünetet. Jó. Te, a bimbó úttal meg mi lesz? A szar marad úgy, ahogy van. És a Jászberényi? Ki az a Jászberényi? Út. Jászberényi út a sörgyár után. Azt nem lehet kijavítani. Nem a kurva anyját. Nincs az az Isten. Nincs pénz. Kapalitás. Kapacitás. Az. Az nincs. Az, az, az. Ja. Na, ha valaki belelép kutyasétáltatás közben. Ilyesmi, hogy jut az eszedbe? Tudom, hülye vagyok. Tudom. Én is. Mi két hülyék vagyunk. Ja. Te!
ezt a kis lukat most mi a szért csinálja? Nem. Azt mondta Gályé Zoltán, nem azért. Ja, akkor jó. Azt hittem azért. Nem azért. Nem azért. Hány óra? Most már 11:30. Akkor jöhet a disznós? Jó. Négy évig szerepelt egy szélhámos Bissau-Guinea a nagyköveteként Zágrábban, noha a két állam között nincs is diplomáciai kapcsolat. A férfi hamis megbízó levelet adott át, és hamis volt a diplomata útlevele is. Az Interpol szerint gyémánt csempészet miatt körözik a nevét gyakran változtató férfit Ausztriában. Ha a Pali nem Zágrábba megy Bissau-Guineai követnek, ez Budapestről megy nyugdíjba, ugye? Életben nem jönnek. Azt kérdezte a Kern, hogy hány óra van, csütörtökön, ebben a pillanatban 9:30 lesz. De már vasárnap, már réges-rég három. Szombaton az adás. Nézed gyakran? Azt akartam mondani erre a hírre, hogy ez már volt nekünk, ilyet ismerünk, ez az én lenni görög diplomata. Ennyi mapuka, Bissau-Guinea, végben menni 10 évig, nagy siker, vége rossz. Be tudja adni a diplomáciai körökben, meg egy állami, hogy ő egy ország nagykövete, azért ez nem tehetségtelen. De gyerekek, azt mondom. De hát ez egy hülyeség, hát, hogy Zágrában azt mondták, megjött a Bissau-Guineai nagykövet, aztán van nekünk kapcsolatunk vele, nincs, de hát ezt adja. És akkor kinek adta oda a megbízó levelét? De adott mellé egy ilyen kis gyémántot is, szívem. Azután ki a túrót érdekelt, hogy neki adja szavak? Nem mesélte a Böröcki Jóskát nektek? Nem tudom. A Böröcki Jóska az ismert humorista, mikroszkóp színpad tagja, az egy motor őrült. Ilyen körbe megy a motor. Autovers, igen. Hogy hívják azt? Motorkross. Trossz, az. Meg van veszve, minden tudott róla. És nagyon szegény volt, beszélt nyelveket, de nem jutott ki ezekre a világbajnokságokra. Köszönöm, vett egy gyönyörű szép kék blézert, fölhímeztette a Motorcross Világszövetségnek a címerét. És innentől kezdve a VIP helyekre így ment be. És kiadta magát a Magyar Motorcross Szövetség elnökének, és évekig járta a világot, fizette neki a Világszövetség az utakat, szállodát, mindent. Mi kellett az egy blézer, egy emblémával? De tényleg? Igen. Világ legjobb filmje, osztam meg. Dögöljek meg, ha nem tanulok meg motorozni. Csak a biciklinél kéne kezdenem, az a nagy baj. De az a jó, hogy nem is kell tudnod motorozni. Csak egy blézer tudsz fölvenni, nem? Nem kell semmit csinálnod. Biciklizni? Biciklizni tudsz? Ha hogy tudnék, anyám? Hát azért zseni nem vagyok. Én sem nem tudok biciklizni. Megmondom neked. Így fölülök a biciklire, így megyek. Amíg egyenes az út, tuti vagyok. Innentől kezdve jön egy kanyar. Most én tényleg ezt már elmondtam, mindegy. Azt láttam gyerekkoromban, mindig a motorosok bedőlnek. Most én nem tudom, én ezt nem tudom így csinálni így, mert akkor beszarok, hogy arra elmegyek. Hanem én úgy akarom, hogy bedőlök. Na most ez különösen jó múlván. Így bedőlök, és már így a kórházba föl is ébredik. Nem is ülök tőle. Rollerezni tudsz? Nem. Azt nem tudom. Megmondom miért, mert minél alacsonyabb szintre viszed, annál inkább nem értek hozzá. Menni tudsz? Menni. Például éjjel 1:30-ig menni simán tudom. Tudod, van egy orvos, hogy elmegy a palérkát. Fölfüggyültek ott a Fürst Sándorba nekem a Pintér meg az Edelény. Míg ott álltak a biciklivel. Nem tudom. És akkor egyszer csak azt mondta nekem az Edelény, na most megtanítlak téged biciklizni. Na most ülj ide föl, ezt így fogjad, és olyan erővel nekimentem a járdának, hogy azóta is érzem azt a fájdalmat, amivel a kormány így a tököm fölé bevág. De máig érzem. Ugye, hogy máig érzem. És így nem tanultam. De mi nem volt taxi? Én mindent tudom. Biciklizni. Akik nem tudnak biciklizni, fölényben vannak?
Te én tudsz járni? Én tudom. Jó. Jó, hogy három kerekűben, de tudsz. Nem mondom, három kereket tudok. Menjém, az nem ér három kerek. Hát biciklizni? Mazitád? Hát miért? Hát nem tudnék biciklizni. Honnan kérem? Hát mondjam ezt. Mi költöztünk oda, ahol most lakunk, ahol ilyen utcák vannak, de és azt mondtam, hogy ha oda kimegyünk, akkor én veszek egy biciklit, egészségesen minden. És lefele gyönyörre lementem a biciklivel, de fölfele hát a belem kiszakadt, és toltam. Csak egy kerítésnél állt egy bács, azt mondja, jó napot, viszont, jó. Tetszik, szereti biciklizni? Mondom, igen. Miért nem tetszik fölülni? Mondom, mert a hátsó kereket. Béla, gyereki! A fiam bicikli szerelő. Kijött a Béla, azt mondja, semmi baj, mi viszont üljön fölre. Mondom, nem akar, de tessék fölülni, Seri. Nézem, akkor nem mondom, ne nézz! Azt hittem, hogy megdöglök. De azt is például. Nem csak én is most a héten, mondom, joggingolok egyet, mert vettem egy nagyon szép zöld tréningruhát, bizományban lefogyok. Mert felvettem a tornacipőt, minden volt. Izésapka, tudod? Szabadosos tudom, lett a bazitai rém. És elindultam, hegynek föl, völgynek le, 5 perc, 6 perc, közeledett a vegyes mód, bevettem 3 túrórudat. Annak ellenére, hogy a kutatók megállapították, hogy az ebéd utáni szundikálás jótékony hatással van a dolgozók munkatempójára, az utóbbi időben egyre több helyen szigorítják meg a sziesztázást. Egyes számítások szerint az elmaradt bóbiskolás miatti álmosság évi 18 milliárd dollárral károsítja meg az USA üzletmenetét. A számítógépes játékokkal megszakított munkanap viszont... Jézus, ami rögtön... Na most, amilyen álmosak mi most terem. Vagyunk, az az RTL-nek nagyon sokba fog kerülni. Oda se figyeltem, és azonnal ásítottam. Andriska, megy egy Woody Allen film a tévébe, ébredjél. Nem azért, csak én szinkronizálom. A telefonszámunk 06138221144, a címünk Budapest 1919, Fehérvári 8995, az e-mail cím hetiértekubacertelklub.hu, a weboldal pedig www.rtlklub.hu. Mi megyünk haza, önök pedig mindenképpen tartsanak velünk a jövét, és nem tudom, mit akartam mondani, álmosok, mi van? Szép álmosok! Szép álmosok! Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!